Sziasztok, igen, nehéz helyzetben vagyunk itt a koronavírus miatt. Elhalasztották ugye az olimpiát, erre valamilyen szinten most már azt mondom, hogy felkészültünk. El kell fogadnunk ezt, mint én sportolónak azt is gondolom, hogy ezen túl kell lépnünk, túl kell esnünk, kezelnünk kell a helyzetet. Nekem valahol személy szerint a térdem miatt még jobb is, hogy elmarad, vagy legalábbis elhalasztották egy évvel. Jó, több ideje van megjavulni, rendbe hozni, és próbálom 100%-os állapotba hozni. Különböző edzéseket csinálok itthon, illetve gyógytornászhoz hál' Istennek tudok járni a mai napig, úgyhogy hozzá gyakran szoktam eljárni. Most már a terembe is le tudtunk menni, iskolázni, elkezdtünk az edzőmmel, Charlie-val, úgyhogy haladunk afelé, hogy a formámat, az állapotomat visszahelyezzem a 100%-osba, és ismét a VB mutatott formámat tudjam hozni majd a páston, de azért még az elején járunk, tehát fizikailag is, mentálisan is még csak az elején vagyok a dolgoknak, de próbálom a helyzetet a legjobban kezelni. Ezek mellett persze sok szabadidőm van, úgyhogy próbálom azt is hasznosan tölteni. Olvasok, rejtvényt fejtek, sokat főzök, sokat sütök, amennyire tudok most a étkezésemre adatok figyelni, úgyhogy ezek mind jó dolgok. Úgyhogy minden jóban van valami rossz, vagy minden rosszban van valami jó is. A következő hetekben pedig meglátjuk majd, illetve nagyon várjuk már azt, hogy a nemzetközi verseny naptár az kijöjjön, illetve a Nemzetközi Vívószövetség több valamilyen információt kapjunk, hogy mit terveznek a következő évvel kapcsolatosan. Nem tudunk semmit, elég nagy a bizonytalanság, ez elég rossz érzés számunkra, de mondom, mint mondtam, próbáljuk kezelni a helyzetet, majd onnantól kezdve szerintem, ha majd kiderül, hogy mi az a következő cél, következő verseny, amire tudunk készülni, majd az azt gondolom, hogy motivációban is sokat fog dobni rajtam, vagy illetve rajtunk, ott beszéltek a többiek nevében is. Úgyhogy így állunk, jól vagyok, próbálok készülni minden egyes nap, reggeli felkelés után szokott lenni egy délelőtti edzésem, vagy gyógytornám, és most már délután el tudok járni iskolázni, úgyhogy jelenleg így néz ki egy napi rutinom nagyjából.